mert most pedig egy olyan előadás következik, ami garantáltan fel fog illanyozni benneteket. Tehát én azt gondolom, hogy némelyikőtök még estig a zongorán is ide fog ülni lelkesedésében, mert hogy a Lajos elhiteti veletek, hogy mindenre képesek vagyunk, már minden jóra. Tehát minden jóra, úgyhogy szeretném fölkonferálni, hogyha elkészültél. Drága Mocsai Lajos barátunkat. Kézlabdázó, kézlabdázó szövetségi kapitány, és most azon fáradozik, hogy egy kézlabda akadémiát létrehozzon. Kérjük szépen, hogy rászul a társaságot, jó? Nagy szeretettel köszöntjük mindenkit, imádom, hogy másodszorra vagyok itt, de ez a környezet, ahogy érzem, mindenki ellazulva, jó felületet kapva az üzleti kapcsolatteremtéshez, és valóban egy különleges esemény, az ember a saját bőrén érzi, amikor nagyon feszes tárgyalásokban egy ilyen helyre eljut, hogy valóban szükség van arra, hogy egy ilyen légkörbe, amit ez a környezet és a szervezés, a házigazdák biztosítanak, legyen megfelelő módon hangulatilag azt hiszem egy olyan föltételrendszer biztosítva, ami az ember szívesen eljön is néhány gondolatokban. Amikor jöttem, mérlegeltem, hogy miről beszéljek. A kézilabda edző, immáron 30 éve dolgozom a világ élvonalával, voltam 15-17 világversenyen, 4 olimpián, gyakorlatilag 50%-ban még érmet is hoztam Magyarországnak, tehát a világgal való küzdelmet megszoktuk, és hihetetlen érdekes ez a sportból vett világ, és talán az utóbbi 2 vagy 3 évben ír az a megtiszteltetés, hogy az ország 200 legnagyobb vállalata közül körülbelül 50%-ban tanítottam, vagy beszélgettem elsősorban a csapatépítésről, a döntőképességről, a professzionalizmusról, a teljesítőképes tudásról, és egyéb más területen. Én megpróbálok, mint a nagyon rövid időt kaptam, elsősorban ez a 20-25 perc, ez valóban csak egy bemutatkozásra elegendő, úgyhogy összeírtam magamnak néhány gondolatot, amely az előadásommal kapcsolatban, vagy a beszélgetéssel kapcsolatban. A mai nap úgy gondoltam, hogy a professzionalizmusról szeretnék beszélni, hiszen akik itt vannak, azok mindannyian professzionális gondolkodásúak, csapatban, közösségben gondolkodnak, és hát nézzük meg azokat a törvényszerűségeket, amelyek nálunk a sportból adaptálhatóak a mindennapi életre. Rendkívül fontos az a tapasztalat, hogy a magyar emberek jelentős része egy középső zónába viszonylag alacsony fájdalomtűréssel éli az életét. Magyarul ebből a középső zónából igen nagy szeretettel kiszól, hogy te legyél olimpiabajnok, te legyél világbajnok, te nyerd meg ezt a hatalmas versenyt, legyél sikeres vállalkozó, legyél sikeres üzletember. Ugyanakkor a saját területében borzasztó módon kicsi a fájdalomtűrés szintje, és nagyon középszerű zónában élünk. Tehát az első és legfontosabb dolog, hogy a kiemelkedő sportember és vezető sem az edzésmunkában, sem a napi tevékenységében nem tűri a középszerűséget. Ez borzasztó fontos dolog, hiszen a középszerűség az, ez jó nekem, azt én hagytam itt. Szóval most már jó meleg, de... Tehát a középszerűség. A másik nagyon fontos dolog, hogy egy világhírű úszó, már Spitznek hívták, annak idején 7 aranyérmet szerzett Münchenbe, és leúszta a táblát, gratulált mindenki, ugye az utolsó évekig a világ legsikeresebb sportolója volt. Az edzője Johnny Consilman volt, aki a következőt mondta, fiam, junior vagy, hogy milyen edzésmunkát végzel? Azt mondja, reggel egy másfél órát úszom, napközben egy másfél óra erősítés, este még csobbanok egy jó óra, óra 15 perc, kicsit intenzívebben dolgozom. Ez fantasztikus. Mit értél el? Hát junior szinten fölfigyeltek rám. Na most fiam, semmi más nem kell csinálnod ugyanezt, csak hetente kétszer-háromszor a kínzónában. Nem a fájdalom, a kínzóna, amikor a sportoló hosszú ideig nem tud kimászni a medencéből, ott lóg azon a bizonyos kötélen, 10-20 percig eliminálódik a teljesen, majd lassan kimászik, hazamegy, elgondolkodik, hogy milyen volt az, ami tevékenysége, mert másra képtelen. Magyar gondoljunk el, hogy a itt lévő relációban viszonylagban hányan élünk és dolgozunk a napi feszültségek mellett a fájdalom kínzónában,
egy élsportoló egyik délelőtti edzésen egy normális ember két napi mozgás mennyiségét hajtja végre. Tehát aki évente 1000 órát edzés dolgozik, körülbelül 10 évig, az az ember tud a professzionalizmusnak az útjára lépni. Nagyon érdekes dolog, annak idején Mozartot, aztán későbbiekben megnézték az élsportolókat, és a Beatlesnek a jubileumán derült ki, amikor elkezdték a hamburgi, hát nem mondom milyen kétes hírű zenei hátteret szolgáltattak bizonyos szórakozó, iparról szórakozó, ipar. Kiderült, hogy a világ hírig 10 évet dolgoztak, és évi 10 000 órát investált. Ugyanez van egy élsportolónál. Amikor egy kézilabdázót kiválasztanak 14-15 éves korba, hogy ő nemzetközileg antropometriailag potenciális tehetség, a férfi 23-24 éves korba éri el testsúlykilogramba, dinamikába, erőbe, hogy ő azt mondhatja, hogy addig az oroszlán. Pontosan 10 év, kérem, számoljuk ki, 10 000 óra munka. Óriási munka. Senki ne gondolja, hogy könnyebben célhoz ér. Tehát a professzionalizmusnak ez az idő és intenzitás igénye. A mások, ami nagyon lényeges, a célok hiánya. Az emberiség 3-5%-a rendelkezik írásos célfilozófiával, és 80%-a nem rendelkezik életviszonylatban fölépített életpályaprogrammal. Ide-oda mondhatnánk azt, hogy egy vízióval. Kérem, azok az emberek, fiatalok, sportolók, akik 16-18 éves korban komoly vízióval rendelkeznek, az egész életük sokkal sikeresebb és sokkal eredményesebb mindazok, akik össze-vissza ugrálnak a látszólagos vagy valótlan vagy valós pillanatnyi előnyek miatt, és azok az emberek, akik investálnak, úgynevezett investációs időket élnek fiatalkorukban, és egy megfelelő víziójukban sokkal messzebb jutnak el, mint azok, akik ebben nem vesznek részt. Kérem szépen, nagyon fontos a szakmai professzionalizmus, ideírtam, azért van fent a mesterfogásokban, ez nem tudom átugrik-e magától, a teljesítőképes tudás. A teljesítőképes tudás nálunk abszolút egyszerű. Az élsportban, amikor lejátszik a mérkőzés, megjelenik a televízión, és önök vagy ti, a férfiak egy sör után általában már jobban értenek a szövetségkapitánynál a sporttevékenységhez. A nők igényesebbek, egy kis rövid után vagy bátrabbak, vagy nem is nézik a sportot, de ennek dacára nagyon kritikusak, hozzáteszem. Ebből adódóan nagyon fontos az, hogy a teljesítőképes tudásnál az első dolog a visszajelzés, hogy a napi tevékenységben megjelenik a bírálat, az ítélet. Mocsai Lajos csapata kikapott 2 góllal megint, nem tud végjátékot játszani, megmondanám, hogy hogy kell neki cserélni, utólag, előre a kérem, akkor abba zavarba kerül, akkor azért nem, de ez így történik, és valóban így van, hogy a napi ítélet, a visszajelzés, a feedback ott van a fejünk fölött. Nagyon lényeges, hogy a napi feladatainkban, a szakmai professzionalizmusban az állandó ítélettel tudjunk együtt élni. Ide írtam magamnak, hogy a kiváló minőség, a kiválóságra való törekvés. Kérem, azok a sportolók, akik beülnek egy terembe, készülünk egy olimpiára, oda jön a jobb átlövőm, azt mondom, fiam, ez az edzésnek ez nem megfelelő. Szóval, mester, miért? Mondom, semmi másért, mert az olimpián lesz 12 csapat, ugyanebben a pillanatban belép egy játékos, aki nálad jobb akar lenni az olimpián. Balkezes, 2 méteres, és ebben a munkában nem tudunk nyerni. De mondom, egyet ne felejtsen. Abban a pillanatban, erre a kiválóságra nem törekszel a napi munkába, akkor elindultál abba az irányba, hogy az a másik 2000 fiatal balkezes jobb szerződést akar kapni, mint amit te kapsz a világon. Ha nem vagy hajlandó szerint élni és dolgozni, rövid időn belül a stagnálás már vereségét jelent a sportban, mindannyiunk életében. Kérem szépen, az etikus magatartás. A sportolókat arra neveljük, hogy etikusan viselkedjenek. Hányszor olvastátok, hogy XY csapat ellen nem adtam oda világversenyen mérkőzést, hogy a könnyebb ágra kerüljek. Szó se lehet róla.
Egyrészt soha többet nem lehet erkölcsének később követelni a sportolótól. Másrészt a sok naív ember, aki nézi a televíziót, nem tudja, hogy másnap kap az ember egy olyan játékvezetőt, amit a Nemzetközi Szövetség odaküld, hogy ezt a játékrendszert a magyar válogatott így fölülbírálta, hogy délután 4 órakor egy meccset kivégeznek az ember, és egy gyöngéktől hazaküldik a világversenyre. Magyarul az etikus magatartás óriási jelentőséggel bír, és fantasztikus erőt ad. Kérem, az érzelmi intelligencia, a megküzdő képesség, az, hogy valaki a szorongásait hogy tudja legyőzni, hogy milyen erőket tud mozgósítani siker érdekében, ma már az általános intelligenciánál bármelyik szakmában többre tartják az intelligenciát, az érzelmi intelligenciát, amelyben az ember azonosulása, identifikációja, vagy a belsővé válása a folyamatban milyen szintű, hogy megfelelő energiát tudjon képviselni. Kérem szépen, ma már sajnos az érzelmi intelligencia is kevés, még 2 dolgot szoktak megemlíteni szakmai kompetencia mellett, az állóképesség intelligenciát, hogy a legnagyobb érzelmi töltéssel, a nagyon magas jelenléttel, részvétel, meddig tudjuk fönntartani a teljesítményünket. Magyar emberek jelentős része azt szokták mondani, hogy 50%-ban belső motiváltságú és 50%-ban külső motiváltságú. A világhírű sportolók vagy sportvezetők 90%-a jelentősen eltolódik a belső motiváció felé. Magyar emberek haladnak, az arisztotelészi célfilozófiát veszik alapul, sok részcélt megpróbálnak becsülettel megteremteni, és utána lekottyannak, mert a végcél nagyon messze van. És még ráadásul mi magyar emberekre 2 dolog jellemző, vagy az alacsony fájdalomküszöb, amit említettem, és a másik a perfekcionizmus. A perfekcionizmus annyit jelent a perfekció, hogy 100%. Na most ez a dolog, ami tönkre teszi az életet. A professzionalizmus azt tudja nagyon jól, hogy a 100%-ot nem tudom elérni. A kézilabda kapus Fazekas Nándi 51%-kal védett az Izland ellen, 49%-os hibával. A magyar válogatott lövési kvótája 63%-ot minden poszton, magyarul 37% tervezhető hibával. A legnagyobb probléma az lenne, hogyha a perfekcionizmus miatt egy olyan célmotivációt helyeznénk ki, ami agyonnyomja a sportolót, vagy a velünk együtt dolgozót, de olyan kérjük számot tőle, amit soha nem tud teljesíteni. Ezért majd a célokról befejezésként, ha jut idő, itt összeírtam egy magyar nyelvi játékot, ami megfelel. Kérem szépen, az érdekek és az értékek képviselete. Sportolóimat arra nevelem, hogy a jellem és a képességek, készségek rendszerében milyen összefüggés van. Az ember a készségeit, képességeit részben genetikailag, részben megszerző, részben ugye tanultak, fejleszti az életét. A jellemet választja. Minden ember a saját maga értékrendjét, a saját jellemét maga választja. Egyetlen egy nagy probléma van, amit jól tudunk, hogy amikor az ember csontja fáj, amikor olyan közösségben van a küzdelemben a világ élvonalában, akkor nagyon-nagyon lényeges dolog, egyet jól tudunk, hogy a nem magas értékrendből érkező sportoló, vagy motiváló sportvezető nem tud az értékrendje fölött tartósan teljesíteni. Minden fiatal, aki itt ül, az idősebbek azok már nyilván ezt tudják, az az értékrend, aki változtatja. A több ezer éves értékrendek különböző szűrőn átkerülnek, más formába aktualizálódnak. Mindenki, aki tagadja ezt az értékrendet, az nem tud egy nagyon magas igénybevételű, hihetetlen küzdelemben részt venni és ott győzni. Magyarul minden embernek, akinek az értékrendje magas, az elvárható, hogy a hozzávaló teljesítmény többször és nagyon magas szinten meg fogja ismételni. Minden ember, aki ugrál az értékrendje, ehhez hasonlítok, ideig idomulok, majd jó lesz, most egy kis sunyiság is belefér, most egy kis windli is elcsúszik, előbb-utóbb az értékrendje csökken, és a hozzávaló teljesítménye jelentősen. Nincs fordítva.
előbb értékrend, utána lehet a teljesítményt hozzá fölépíteni. Kérem, a professzionalizmus az szakma független. Mindenki a saját területén lehet professzionalista, lehet a kiválóságra vágyó, és a kiválósági célfilozófiát megvalósító. Megjelenik a mester fogalma, az a fogalom, amely őrzi a kiválóságot, és őrzi azt, hogy a tanítványaival, a munkatársaival olyan szinten bánjon, amelynek a minőségi garanciája rendkívül magas, és ezt saját maga viselkedésével is aláhozza. Kérem, a magatartás formát és a példamutatás viszonylatában senki ne gondolja azt, hogy akár 70 évesen, 80 évesen a saját életével és a saját élethitelének példája valami nem sokkal többet segít, mint a kimondott szóval. Óriási jelentősége van a példának minden terület. Kérem szépen, ide írtam magamnak, hogy a fölgyorsult világban a kompetitív képességet. Ha elmondtam az elég az érzelmi intelligenciát, elmondtam az állóképességét, akkor eljutottunk harmadszor egy nagyon fontos dologhoz, a kompetitív képességekhez, ami annyit jelent ebben a viszonylatban, hogy az érdek érvényesítésnél a legmagasabb szakmai kompetenciák mellett hogyan tudja a legnagyobb nyomás alatt valaki ezt a lehető leghatékonyabban realizálni. Nem az van, hogy jaj, jó Isten, ez nem jutott, majd holnap eszembe jut. Hú, nem lőttük be ezt a stratégia jelenet, nem alkalmaztuk, de jó lett volna, milyen ügyefogyott vagyok, abban a nyomásban, amikor iszonyú tét van a pályán. Azok az emberek tudják a teljesítményüket magas szinten tartani, akik a legnagyobb nyomás ellen, a legnagyobb szakmai kompetenciával és a legjobb nyomás alatti döntőképességgel rendelkeznek. Ezt nem tudjuk kikerülni. Ez mindannyiunk számára abszolút célirányos és fontos. Kérem szépen, aki elmarad a napi képzésben, és ugyanannyit tud, mint tavaly, aki azt gondolja, hogy tavalyi sikerei alapján tud tovább lépni, az ebben a pillanatban nem marad a versenyben. Az élsportoló, akinek nincs minden évben horizontálisan, tehát a saját képezési rendszerében, vertikálisan, a egymásra épülő rendszerében, stratégiában, stb. Előrelépés, annak vége van a szakmai életében, az edzőnek ugyanúgy. Minden olyan ember, aki itt ül és nagyon komoly szaktekintélynek örvend, a professzionalizmusa ott kezdődik, hogy megpróbálja megvalósítani a közel 100%-os zónát, a 100-at nem lehet, ugyanakkor a mindennapos képzés viszonylatában a megfelelő magatartás volna. Kérem szépen, azt írtam ide, a naprakészség, a szintentartás egyre több időt igényel. Senki ne gondolja azt, hogy ugyanazt az eredményt sokkal több időinvestációval nem tudja megoldani. A 210 centig érkező magasugró két év alatt fölfejlődik egy jó junior bázisról. A 223-ra 24-ig ugyanannyi 10 évet kell neki dolgoznia, vagy 5-5 egy centiért. Nagyon fontos dolog. Életpályaprogram, szokások, önbizalom, önbecsülés, motiváció. Kérem szépen, Észak-Európa, Közép-Európa, Nyugat-Európa, Dél-Európa, Dél-Szláv viszonylatban egy tudományos vizsgálatot hajtottam végre. Az önbizalom, az önbecsülés, a kreativitás, a disziplina, a fegyelem és az individualizmus között. Hihetetlen érdekes dolgok alakulnak ki. Skandinávok rendkívül fegyelmezettek, nagyon kollektívek, ugyanakkor eléggé a magánéletükben, igen, individualisták. A németek kevésbé kreatívak, óriási háttérrel, óriási fegyelmezettséggel bírnak, és fantasztikus energiákat szentelnek egy közös disziplina alatt eredni. A magyar ember nem fegyelmezett, igen individualista, viszont azt mondjuk, hogy gondoljuk, ez így is van, igen kreatív. És aki kérdés, hogy a hármas összetevőből önbecsülés, önbizalom és a másik respekten nélkül hova lehet eljutni? Lehet, hogy jobban lenne, hogyha közelítenénk az individualizmustól a fegyelmezettség irányába, a
disziplina irányába, kreativitás pedig betennünk abba a verzióba, ahol a másik respektje, a magunk önbecsülése és önbizalma egy jelentősen magasabb szintet érne. Nem kívánom belemenni, mert ez hosszú lenne. A döntések minősége. Elbeszéltem, hogy a vezetői jellem, a döntések minősége, a döntések kvalitása határozza meg az értékeinket. A sportban is így van. Gondolják el, hogy egy improvizatív potenciál, ami térbe és időbe egy alternatív játékrendszert hoz létre, az egymásba kapcsolódó döntési folyamatokat használjuk ki, vagy oda jön a zseni, és az azonos időben lévő három legjobb megoldás mindig a legjobbat tudja választani. Az egyikhez idő kell, amit az ellenfél kiolvas a fejünkből, anticipál, valamiképű szóval ellopja a gondolatunkat, a másik meg nem hagy rá időt, mert olyan kreatív, hogy már, úgy hívják, hogy dinamikus sztereotípia egyébként a sportban, hogy az egy időben lévő leggyorsabb, legjobb döntési fázisokat már akkor megcsinálja, a védőjátékos még nem is tud rá reagálni. Hát nem ezt keresünk az életben, de hogy nem. Ezeket a zseniális emberek. Én azt gondolom, hogy a jellem és a tehetségről szóltam, a tehetség adomány, a jellemet magunk választjuk meg, és ennek döntő jelentősége van. El kell mondanom azt, hogy a probléma megoldás színvonaláról kellene még beszélnem, és egy nagyon érdekes összefoglalást mondani a motivációról. Háromféle motiváció van, egy teljesítmény motiváció rendszer, egy szociális motivációs rendszer, és van egy általános szakmai motiváció. Kérem, a sikeres vezetői modellnek az alján a kiművelt emberfő áll. Ma már biztos, hogy az egységben történő szakspecifikus képzés, egy szűk csatornából való képzésnél, az agyi funkciók bonyolultsága folytán sokkal több oldal információt hív az agy, tehát úgy tűnik, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy ebből a szűk szakmaspecifikumból egy nagyon széles bázis felé nyissunk, mert rendkívül vizsgálatok azt mutatják, hogy óriási szükség van rá. A második rubrikában, van még 5 perc? Köszönöm. A második rubrikában a vezetői módszertan van, a vezetői struktúra, amit alkalmaz egy rendkívül jó képzett vezető, de csak 50%-ban. Az új tudományos kutatás eredmények szerint az intuitív intelligencia, amely átveszi a vezetés 50% szerepét. Kérem, hogyha itt elkezdenénk kárkázni, és volna egy kicsit nyerő, kicsit vesztő, nagyot vesztő kártyasor, és fölülről kamerával néznénk az embereket, nagyon érdekes eltérés jönne. A kísérlet azt mutatta, hogy a 60. kör után mindenki tudta, hogy mit kell játszani, hogy a legkevesebbet veszítse, vagy a legtöbbet nyerje. Csak az igazi vezető a 8. kör után elkezd nyerni. Na most az életünkben a 60. kör és a 8. kör között egy más világ van. Hát senki ne gondolja, hogy akik itt ülünk, egymások agyvanosak vagyunk az intuitív intelligencia viszonylatában. Hogy valaki a jövőt hogyan tudja megérteni, megérezni, előre dönteni, előre látni, ez egy teljesen új kutatási terület az embernek az életében, amely nagyon-nagyon fontos. És ami rendkívül fontos ebben viszonylatban, az itt ebben az úriemberrel búcsúznék, ez a Michael Jordan, ugye egy olyan ember volt, aki most 50 éves volt, ha minap újra akar az NBA-be játszani, hát nem tudni, hogy sikerül-e. Aki edzésen képes volt arra, hogy a nagyon kellemetlen padon, azért 50 pontokat, ha én állt, és a világ egyedüli olyan kosárlabdázó, aki az utolsó big pointot a legtöbbször vállalta el, és a legtöbbször be is dobta. Tehát magyarul eldöntött a mérkőzést. Nem egyszer állította az edzést, és azt mondta, uraim, itt nem folyik vér ezen az edzésen, idézőjelben. Itt az edző nem fölkészült, itt ilyen lezserkedés folyik, én ebben nem tudok a világot megváltani a hétvégén. Én ott 50 000 ember előtt szórakoztatni megyek. Ha nem vagytok hajlandóak velem
engem olyan munkára késztetni, hogy én azáltal nap, mint nap minden percben jobb legyek, hogy nekem itt nincs keresni való. Ez a mentalitás az élsportban a kiemelkedő embereknek az abszolút specifikum. Csak ilyenekkel tudunk elverni világ. Nincs más a lehetőség. Aki tudja, hogy mit köszönhet a jó edzőjének és vezetőjének, tiszteli, respektálja, de megköveteli a tehetséggondozását. Kettő, mindent megtesz azért, hogy minden percben jobb legyen. Három, megköveteli a munkatársaitól azt, hogy olyan tűzbe égjenek, olyan szenvedélye, olyan energetizálással, amiből kialakulhat ez a teljesen. Hát hol vagyunk mi ettől? Ott bejutunk az irodába, és egymással hajba kap öt ember, hogy figyelj, de ne szórakozz a mi időnkkel, ne szórakozz a mi cégünkkel, ne szórakozz ebben az energiaterhetséggel, mert ebből a sarokig nem fogunk eljutni. Az élsportban jelen van. Sportolók magas szintű motiváltsággal számon kérik egymástól a munkát. Kérlek mindenkit erre figyelni, mert ebben van a következő nagy előrelépésünk az országban. Befejezésül itt még egy pár órát eltudnék, mert ez mondjuk ilyen 35 képes előadás sorozat. Gyakorlatilag befejezésül elmondanám ezt a 15 szót. Mester jártasság. Célfilozófia, pontos helyes célkitűzés. A cél egyenlő a sikerrel, a siker a céllal. Ugyanis az agy, az egy teljesítmény orientált szerv, egy cél orientált szerv. Ha megfelelő, pontos, precíz célzal rendelkezünk, az agy akkor is keresi a megoldást, ha nem akar. Éjszaka. Óriási jelentősége van a célnak. Célorientáltság, az agy működése, és ahogy elmondtam, ami előttünk van, a van és kell érték közötti folyamatos munkálkodás. Célfilozófia, tervezettség, finális determináció, lát Arisztotelész, a részcélok, végcélok rendszere. Célfeszültség, a sport dinamizálása, hogy mennyi energiát tudok belevinni, kérem, az a cél feszültsége múlik. Hogy az a feszültség, amit kivált belőlem a cél, kicsi, nagy, optimális, vagy agyonnyom, vagy tönkötesz. Óriási jelentőség. Célkijelölés, kérem, a céltartalom és a célkijelölés a konkrétumok. Csak akkor működik a teljesítőképes tudás, ha percre lebontott konkrét célok vannak. Elfeledkezünk róla. Céltartalom a teljesítmény energetikájáért felelős. Ez a hajtó anyaga a munkának. A céltartalom a megfelelő szándék, a részvétel minőségét biztosítja. Világos irányítás, tudatos előrehaladás, a célirányos vezetés, és hát ide írtam magammal a célkövető magatartás és a célorientáltságát. Magyarul egyetlen egy nyelv nem rendelkezik, abban még a célra kapcsolatban még 3-4 jelzőszerkület eszembe jutott, úgy közül azt már nem tudtam felírni az autóba. Szeretném elmondani befejezésül, hogy a pontos és precíz élsportolói világszintű teljesítmény csak olyan célfilozófiával érhető el, amely optimalizált, amely a legtöbb energetikával rendelkezik, amely az agy számára lehetőséget és teret ad arra a problémát megoldja, akkor is, ha nem akarjuk. És a célok precíz, pontos meghatározásával tudjuk azt a szakmai színvonalat elérni, ami mögöttes tartalomból a legjobb eredménnyel érhető el. Kívánok mindenkinek sok sikert és szép estét! Köszönöm szépen!